Felújították a csaknem 50 éves gyermekegészségügyi központ rehabilitációs osztályát, ami nem csak szebb lett, de sokkal élhetőbbé is vált. A beruházást egy élelmiszeripari vállalat támogatta 20 millió forinttal. A fejlesztéshez a kórház ugyanekkora összeggel járult hozzá. A Belkely László gyermekegészségügyi központ 1982-ben épült. Azóta a kisebb rekonstrukciókon kívül nem történt felújítás. Erre figyelt fel az egyik élelmiszeripari vállalat, amely elhatározta, hogy segít szebbé és korszerűbbé tenni az épület egy részét. És bizony annak köszönhetően, hogy köztünk is nagyon sok szülő van, sokan jártunk itt, sokan jártunk erre. Ezért láthattuk, hogy itt milyen nagy segítségre van szükség. Ezért kezdtünk el azon gondolkozni, hogy hogyan tudnánk segítséget nyújtani, mondta a gyárigazgató. Az élelmiszeripari vállalat 20 millió forinttal járult hozzá a gyermekrehabilitációs osztály felújításához, amihez a kórház pont ugyanennyit tett hozzá. Így az épület első emeleti nyugati szárnyát összesen 40 millió forintból korszerűsítették. A felújítás folyamán gyakorlatilag épületszerkezeteket, burkolatokat, festésmázolást, teljes villamoshálózat cserét, funkcionális leválasztásokat, könnyű szerkezetes üvegfalakkal, mozgáskorlátozott WC-ket, komfortosításokat érintettünk. A felújításnak köszönhetően a többi közt az osztályon való közlekedés is egyszerűbbé vált, ami nagy segítség azoknak a gyerekeknek, akik kerekesszékkel mozognak. A fejlesztés során az épületrészt akadálymentesítették is. De egy nagyon fontos lépés. Tehát van egy kórház épület, 50 éves, annak minden előnyével, a maga korában egy nagyon modern épület volt, de eltelt 50 év, és szeretnénk a mai kor igényének megfelelően az épületet felfrissíteni, felújítani, és ebbe egy ilyen első lépés. A gyek fejlesztése azonban nem áll meg a rehabilitációs osztálynál. A héten a gyermeksürgőségi osztályon folytatódik a munka, amelynek felújítása körülbelül másfél évig tart majd.